Sziasztok srácok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most a telefonomon fogok játszani, tehát nem tableten, hanem a jó kis telefonomon. Én itt kell szokott lenni, most úgy gondoltam, hogy fogok egy ilyet csinálni, megpróbálom, hogy így milyen. Írjátok, hogy nektek ez mennyire tetszik, igazából ez nekem kényelmesen, mert tudom a kezembe fogni, és nem így le kell rakni, hanem igazából szabad tudok mozogni vele, meg minden. És jól olvashattátok a címből, azzal a deckkel játszok. Azzal a deckkel, amivel Wrobelek megnyerte a V&A Future Sports Festivalt, Bladedave ellen, ugye 2-2 volt az állás, és ugye ezzel a deckkel nyerte meg magát a rendezvényt. És azt kell a deckről tudni, mert korábban is használta, más deckeket is használta, de ugye ez a deck, amivel az utolsó mérkőzésben nyert. Úgyhogy ezért ez a decket fogom mutatni. De amúgy voltak nagyon jó deckek a V4-en, úgyhogy ha szeretnétek egy olyan videót esetleg, amiben bemutatom a legérdekesebb, legjobb deckeket a V4-en, akkor azt írjátok le nekem mindenféleképpen kommentbe. Amúgy az egész V4-et jelenleg vissza lehet nézni Twitch-en, de nem elképzelhetetlen, hogy fel fogják tölteni ezt YouTube-ra, nem én, mert én ezt nem töltöttem föl, de a V4 csatornáján fel lesz töltve, akkor meg fogom beletek osztani ezt az egészet. És amúgy Wrobelek nyert, ő egy két lengyel játékos küzdött meg egymás ellen, Wrobelek és Bladedave. Patrik a harmadik lett a magyar képviseletnek, nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy igazából ezt a decket fogjuk kipróbálni, mert még életemben nem játszottam vele. Ez egy Brit Spam deck, ugye ott van a Dark Prince, a Bandit, a Battle Ram, és ugye Pekka. Ez egy kicsit old school-asabb deck, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni mindenféleképpen. Úgyhogy át is megyek ide, a challenge, mivel már 6 winnél vagyok, lesz egy challenge, az előző videómban, tehát a tegnapi videómban lehetett ezt látni, már ideig eljutottam, ha nem láttad, még csekkod le mindenféleképpen. Úgyhogy, én azt mondom, nyomjuk, de még előtte annyit el szeretnék mondani, hogy picit beteg vagyok, taknyos vagyok, úgyhogy lehet, hogy ez egy picit a hangomon is hallatszódik, úgyhogy ezért elnézést kérek, ezzel nem tudok mit csinálni. Nivek nagyon beteg volt a V4-en, én jól voltam, lehet, hogy elkaptam tőle valamit, vagy valami hasonló, úgyhogy ezért bocsánat. Na de, nem lehet a facázunk, hanem nyomjuk is az első mérkőzést. Nézzük csak, nyomjuk, kíváncsi vagyok, Fiertana Kilic lenne az első ellenfelünk, úgyhogy nézzük, ő már is sok szerencsét kíván. És én már kicsit egy elfordulok oldalra, hogy a telefonnal ne takarjam be az arcomat. Minionokkal kezdek hátulról, mert ugye ez egy jó döntés, és Dark Prince fogott lerakni, mert ugye a pajzsa megvéd tőle, és egy kicsit agresszív vagyok, és egy elég durva pusztítót rak el a baloldalt, Battle Ram, Dark Prince, Minionok, és a Battle Ram connect-tel Baby Dragon kicsit leszedi a Minionokat, de sikerül bele kicsit sebeznem, és ezt a pust Electro Wizarddal fogom visszaverni igazából. Tökéletes. És azt is sikerül visszaverni. Tök jó. Na, hát az első pusha sikeres volt, ugye 6 winnél vagyunk egy Classic Challenge-ben, szóval ez nem olyan rossz. Általában most szokott, hogy Miner is lenne az ilyen deckekben, ebben nincs. Láthatjuk, hogy leraktuk a Poison-t ugye a Collector-re, kicsit nem örül neki. Valószínűleg valami három, nem, Golem-es deckje van. Golem-es deckje van, bocsánat, mert Baby Dragon meg a Minion, ott is van a Golem. És szép Golem Double Prince valószínűleg. És sikerül leszednem a tornyát egy Bandittel, aki még bele is dash-el szépen a Golembe, és egy minimálisat sebez belé. És ott a Pekka! Ott a Pekka, ami tökéletes counter, ezt sikerült időben leraktom, akkor minden rendben van. És sikerült időben leraknom. És a Dark Prince pedig ott van a Pekka mögött, és a Pekket eltornádózta, de én ráraktam a minionokat, a Dark Prince meghalt, lezeppelte a minionjaimat, és innentől kezdve már a Pekka igazából szerintem kifogja nyírni a gólemet. Jó, hát azt kell mondjam, hogy ezt a pust sikeresen kivédtük, úgyhogy én már készülök is a következőre. Tulajdonképpen nézzük csak, amivel fog rá válaszolni a Battle Ram-re. Egyre úgy néz ki, hogy semmivel, és BOOM! Battle Ram be is talált tulajdonképpen, és én készülök a Bandittel, de ugye le fogom rakni a Dark Prince-emet természetesen, hogy a shield-jével megvédjen engem tulajdonképpen, és ő lerakott egy gólemet, én pedig lepakolok mindent jobb oldalra igazából, és a Dark Prince pont nem érte túl, a Bandit beledesselt, tökéletes, Battle Ram is belehitelt a toronyba,
És tökéletes, szerintem rámegyünk a három koronára innentől kezdve, mert nagyon-nagyon közel állunk hozzá, tényleg az a gólem az nem izgat engem, és sikerült azt a Prince-t is likvidálnunk, konkrétan minden elixírét a védekezésre kell fordítania, nem hagyom élni sem, hiába van egy gólemje a földön, engem az nem izgat, talán egy torony meg lesz, dupla Electro Wizard, Battlerem, Zap, Bandit kombinációval sikerült lehármasznunk ellenfelünket, és meg is van a három korona az első mérkőzésben már most. Na hát ez szuper volt, na mindegy 7 winnél vagyunk, nyomassuk, nyomassuk. 10 winig minimumot szeretnék elmenni ebbe a videóban, de 12 winnek is örülnék. Mert általában ez emelik ilyen 6-7 winig, és utána meg valami, kijön valami challenge játékban, és nem játszok Classic Challenge-et amúgy, úgyhogy abba hagyom a challenge-et, és megyek mást játszani, és éppen ezért nem viszem ki a challenge-et. Na de majd most érkezik a Fireball a Battle MM-re, ami viszonylag jó counter. Jó. Hát ezt kénytelen voltam elnyomni. Nagyon hasonló deckjával úgy néz ki. Jó, az a Bandit az meghalt. Nagyon rossz lett volna, nem hal meg. Úgyhogy Bandit elektrizált pusztítunk a palodat, és Battle MM-mel jön ő is. Úgy néz ki, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon hasonló deckje van. És talán az elektrizált túléli, akkor egyet bele tud... Hát nem tud. Én elhittem. Elhittem, beleüthetett volna tényleg, de nem ütött bele. Na hát... Tényleg nagyon-nagyon hasonló deckje van, csak neki szerintem minionok helyett Infidragon. Na nézzük, jó, ez gólem, oké, én Electro Wizardot rakok, ő pedig Dark Prince-el védek, és beleít el a Battlerem, ez az, ezt már szeretem, és rakom a Dark Prince-emet védekezésképpen, és jön a Bandit-tel, tökéletes, jaj, zeppeljük a dolgokat, tökéletes, sikerült kidefenzelni, sikerült a Bandit is túlélni, és így pici, minimális élettel, ez az! Jó, mondjuk sikerült közben kevesebb élete levinni a jobb oldali tornyát, mint a bal oldalt, amiben eredetileg elkezdtünk sebezni. Na nem para. Sőt, mi az, hogy nem para, ez tök jó. És 2000 élete van a bal oldali tornyunknak, ami hát nem rossz, azt kell mondjam. Úgyhogy várakozunk egy picit tulajdonképpen, nem tudjuk, hogy még mi a van. Mármint, hogy van-e pekkája, vagy valami, azt valószínűleg már használta volna. Jöhet a Poison, szuper, így. Aha. Jó. Oh, se Bandit. Jó, nagyon hasonló deckje van, nem tudjuk, hogy milyen van a pekka helyett, úgyhogy valószínűleg én most le fogok rakni egy pekkát. Jó van. Hello. Áj, tudtam. Zep itt. Mindegy. Nevermind, ajaj, barátom. Nem jó ez a Battlerem, no! Ez szép volt, mert azt hiszem ellenfelünkre találtunk, srácok. Mit csinálok? Az Isten áldjon meg, 800 élete van a tornyomnak, és nem hiszem el, 2,5 perc van hátra, kicsit szenvedős, és Battlerem, ajjaj, ez nagyon közel volt, hát ez nagyon közel volt, tényleg. Ajjajajajaj! Mi? Ja várj, most veszem észre, srácok, hogy Fireball-ja meg Poison-ja is van. Mi ez a srác? Mi ez a deck? Hát ezzel jól megszenvedtünk, ez nagyon furcsa volt. Nézzük már meg a profilját. Kapsz ilyet. Jézusom, nézek 900. Fireball Poison!
Nem már. Na jó. Xniels a German Soldiers nevű klánból. Hát sok szerencsét kívánok neked. Nézzük. Nézzük. Hát valószínűleg milliónokkal fogok kezdeni. Nem takarom az arcomat. Így oldalasan. Így mindenkinek jó. Ó, oh, Guards. Hello. Hello, hello. Hát a Dark Prince. Hol Rider? Oké. Okay. Oké, okay, Dark Prince Bandit Charge. Ez az, egy hit, onni. Tök jó. Executioner. Jöhet a Poison. Ó, mi volt ez a Bandit? Úristen. És még beleítel a toronyba is. Yes, yes, yes. Elektrózár mennyire csak. Védjnek a Royal Ghost ellen, és így jó. Azt hittem így is beleítel. Áááá, itt toronyba. Ez nem volt jó. Ez mármint, hogy nem kellett volna. Na, mindegy, értitek. Ez az. Most elment fölösbe neki ármelik szír. Tornado, jó. Hello. Hello, hello. Gyerünk, Bandit, én bízok benned, charge! Woohoo! Ez jó volt. Ajaj, viszont ezt a Royal Ghostot hogy védem ki? Elektroizált. Ajajajajajajajaj, itt bajok lesznek. Itt bizony bajok lesznek. No! Ajaj. Ajaj, srácok. Gondokba ütköztünk. Nem baj. Miért oda rakja az execution-t? Érdekes. Nem baj, van pekkánk, ezt még ugye nem tudja. Nézzük, nézzük, mit fogsz kezdeni vele. Mert a Bandit ide. Még az elektrolizált. Ó. Oh. Érdekes. Jó. Ó, jaj. Ó, jaj. Ó, jaj, nincs elég. Nincs elég. Jaj, jaj. Talán most, talán. No! Hát nem hiszem el. Nem baj. Ez szép volt a srác. Ügyes volt, ezt most elvesztettük, és ki is nevet csúnyán. Nem baj, nem foglalkozunk vele. Minden rendben van. Jaj, sírjál, jaj, de rossz vagy tényleg. Nem baj, nyissuk ki a chestet, amiben semmi jó nincs. Elmondjuk egy princetnek örülünk, és akkor indítsunk el még egyet, és menjünk még mondjuk két mérkőzést. Vrobelek nagyon prón használta ezt a decket, mondjuk akkor egy X-Wolf ellen ment, és azért ott elég egyszerű dolga volt, de... Aha. Ez jó, bum. És viszont, hát ő jóval profiban használta nyilván, mint én, de nem rossz deck mindenféleképpen nekem tetszik. Érdekes variációs blitz spam mindenféleképpen, tehát ez nem ez a klasszikus, ez a klasszikus blitz spam. De hát ez van. Oké. Okay. Áj! Ne! Nem baj, most ott vagytok barbárok, ott vagy Bandit, mindenki ott van a toljon, sem beszéltek nagyon sokat, kérlek szépen. Jó, ez elég jó volt. Juhú. Ez elég sok volt, azt kell, hogy mondjam, srácok. Na de, Minimum Speed hátulról, Dark Prince... Battle-em, gyerünk. Jó, High Speed nem találta a Battle-emet, érdekes Poison Tornado. A Battle-em bele ide, BOOM! BOOM! Big Shock. És még egy barbár, gyerünk, bízok benned, ez az baby meg is van. A tornya, a srácok, hát ezt nem hiszem el. De jó, hogy elhiszem.
De jöhet a Pekka. Nagyon komolyba toljuk a dolgokat. Mert nagyon sok elixit elhasználta arra, hogy kivédje ezt az előző pust. Én pedig most nagyon sok elixit el fogok használni arra, hogy ó jaj, hát most ezt komolyan gondoltad. Haver. Ezt komolyan gondoltad? Ennek mi értelme van? Ezt valaki magyarázza már el nekem. Ó, még egy tornádó. Hello. Hello, nézzük csak. Csak nem ármazás lesz belőle. Jajaj, mi lesz itt? Oh my god, úristen. Gyerünk, srácok, gyerünk. Hát, haver. Azt hiszem már alá van írva a végrendeleted is. Legalábbis, ha nincs, akkor írd alá már most. De most már késő igazából. 3-0. Creeper G, és láthatjátok, hogy 9/10-es a Battle Winner achievementem. Úgyhogy megyünk, nem itt van, megyünk még egyet, és akkor meg lesz az achievement. Valamint Crown Chest-et nézzük meg, mi lesz benne. Gold, Gem, Mortar, Goblin Gang, Barbárok és 9 Rocket. Rendben. És akkor nézzük egy utcsó meccset, és ha ezt megnyerjük, akkor megkapjuk a Battle Winner questet, amiből megkapjuk a pontot, tehát közelebb kerülünk a Legendary Chest-hez. Benne itt hátul Jopo a Heaton's Clan-ból. Battle-emmel védekezünk, mert nincs jobb ötletem. Valamit Poison-nel. Oh, szia. Oh, Bandit, yes boy. Egy hit, két hit, három hit, a dash-el együtt tökéletes szinte, és kapom is már a Vleplade-et és Golem. Jó van. Hát nincs kézenél a pack, viszont ott van egyből utána, úgyhogy én szerintem az Electro Wizardot rakom le. Eljöttem bele, nincsen semmi a pekkára, aztán egyszer csak BOOM! Na. És egyszer csak BOOM! Nem tudom, minek vártam bele ennyit. Rendben, Executioner. Ó, rendben. Ez érdekes, Lightning volt, a Electro Wizardomat kinyírta. Rendi. Ó, valami légi kéne, mirodok, gyerünk! Ó, Bandit, ó, de jó volt ez a charge! Gyerünk! Dark Prince! Tökéletes, és a minionok leszedik az elegami gyönt, és a Pekka nem fogod érni a torony, az! Ajjaj, de nem baj, a minionok odaérnek, és most nincsen semmilyen, nincsen tombstone-ja, nincsen semmilyen, leraktam a bátoremet, és készítem a zeppet, és egyszerűen bele fog hitelni, és boom, és a Bandit-et is szétszedik, amennyire csak tudják, tökéletes, szinte tökéletes, és minden damage-et minimálnak, úgyhogy ezt zeppeljük szépen. És én most már fel vagyok készülve, bármilyen golem pushra jöhet, itt a kezemben a Pekka, amit most már le is rakok ide szépen hátulra, szóval nincsen elvesztegetett elixir, tudjuk, hogy van, hogy hívják ezt? Lightning-e, viszont nekem van poison, amit el is használok a princess ellen. És nézzük csak, hogy lerakja el az executioner-t, le is rakja oda hátulra, úgyhogy én ide nyomok szépen egy Electro Wizardot, és tökéletes volt, nincs golem tulajdonképpen, és azzal a Lightning-gal semmire nem ment javára. És már érkezik a következő pekkám, amit egyszerűen nem lehet majd megállítani, mert szétszették az executioner-t, és érkezik. Ajaj, szia, szia Bandit, szia, Dark Prince barátod vagyok. Ő lerakott egy gólemet, én lerakok egy Electro Wizardot és egy Poisont. Valamint egy Banditet, mondjuk Battle-emet kellett volna, na mindegy, a Battle-emet majd most nyomom. Tökéletes, meghalt mindenki, és érkezett a Lightning, ez nem volt rossz, actually. És ezt a gólemet jó lenne amúgy kinyírni, 300 élet, nem rossz, nem rossz. Nem rossz, gyerünk, gyerünk, gyerünk Poison, Poison Cycle, oh my god, 110 élet, az nem túl sok, gyerünk, srácok, gyerünk, meg lesz, érzem, most már csak ott a poison, most már csak le kell rakni. Ne!
Ne! Bandit, az az! Úristen, félreraktam a Poison-t. Mekkora fajjel, de még így is sikerült megnyernem. Wow. Wow, wow, wow. Na nézzük a questet. 20 pont. Még kell 30. Ezt kivisszük. Innen. Legend. Na mindegy, köszönöm szépen srácok, na is velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem vagytok, iratkozzatok fel ott lent, és akkor találkozunk a következő Clash-os videóban. Ennyi lettem volna mára. Sziasztok!